Kedves vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a Toka és környéke evangélikus egyházközség tagjait, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik a világhálón Isten tiszteleteinket és szolgálatainkat. Nagy csütörtök este rögzítjük ezt a felvételt, a nagypénteki passióolvasást Lukács evangéliuma alapján. A passióolvasás elején a 211-es ének első és utolsó verszakát énekeljük el az evangélikus énekeskönyvből. Passiót Lukács evangéliumának 22. és 23. fejezete alapján olvasom. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskariótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincsen jelen. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: menjetek el és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle: mi a kívánságod? Hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy.
És mondjátok meg a ház gazdájának, a mester ezt üzeni neked, hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát. Ő mutat majd nektek egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Péter így szólt Jézushoz. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadott, hogy ismersz engem. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is.
Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk. Miért tanúztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Miközben ezeket mondta, íme sokasság közeledett, amelynek élén Júdás, a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, odavágjunk a karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik. Hagyjátok abba. És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek, és a véneknek, amikor odaléptek hozzá. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok, és a sötétség hatalmának ideje. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta ezt mondva. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg és rászólt. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt.
Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: Prófétáld meg, ki ütött meg téged? És sok más szidalmat is szórtak rá. Amint megmiratt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísérték őt a nagy tanácsba, s ott felszólították: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt: Ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia, Isten hatalma jobbján. Erre mindazt kérdezték: Akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak: Mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját száját. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni: Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket. Ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: Te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokassághoz: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok erősen állították: Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatóság alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretében együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, előtte ugyanis haragban voltak.
főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül, a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak. Ezt ölt meg, Barabás pedig bocsásd el nekünk. Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust, de ezek kiáltoztak. Feszíts meg őt! Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk. De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették, és követelték, hogy feszítsék meg, és kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve, Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. A népnek és az asszonyoknak nagy sokassága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidó királya. A megfeszített gonosztevő közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta ezt mondva neki: Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodban. Erre ő így felelt neki: Bizony mondom, még ma velem leszel. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett a földön,
A nap elhomályosodott. A templom kárpitja pedig középen ketté vasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva, történt, dicsőítette Isten, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokasság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Volt egy József nevű ember Arimátiából, a júdeaiak egyik városából való, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, és aki maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyorsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt, és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. A nagypénteki passió ezekkel a szavakkal ér véget. Jól érezhető az az elcsendesedés, az a megnyugvás, amely talán olyan, mint a vihar előtti csend. Befejezetlen történet. Számomra mindig különleges volt a nagypénteki passió történet befejezetlensége, és az a feszültség, amellyel záródik. Lelkünk és szívünk ne feszültséggel teljen meg, hanem érezzük azt a megnyugvást, azt a különleges érzést, amely Jézus halált legyőző feltámadása előtt ér bennünket. Ő legyőzte a halált, helyettünk szenvedte el bűneink büntetését. Rátekintve mondjuk el most együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő szent arcát ti rajtatok és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát ti felétek és adjon ti néktek békességet. Amen. Talán a legszebb
passiói énekünk, a 200-as ének az evangélikus énekeskönyvben. Ó Krisztus fő, sok sebbel meggyötört vérező, ezzel fejezzük be a nagypénteki passiunkat. Húsvét vasárnapi Isten tiszteletünk 8 óra 45 perckor fog majd kezdődni. Erős vár a mi Istenünk, Isten velünk, viszont!